Jó napot, kedves nézőközönség! Itt az ideje, hogy ismét nekivágjunk az északi áramlat felrobbantásának, ugye a 2022. szeptember 26-ai rejtélyes eseményeknek, amely is Európa legfontosabb gázvezetékének az üzemképtelenné válásával járt együtt, azért ugye a legfontosabb, lévén, hogy aktuálisan akkor az Európai Unió még a gáz szükségleteinek 45%-át Oroszországtól szerezte be. Ez jelenleg sokkal alacsonyabb, csak jelenleg közvetítőkön keresztül zajlik. És jó sokkal rész, drágábban. És sokkal drágábban. Igen. És annak a 45%-nak a 40%-a az összeurópai gázigény egy hatoda érkezett az északi áramlat vezetékeken, amiből is. Hát mind a két vezetéket úgy érdemes elképzelni, hogy kettő, vagyis egy vezeték kétszer kettő csőből állt, és hát ebből a négy csőből három cső veszett oda ezeknél a támadásoknál. Hát igazság szerint a negyedik is lényegében használhatatlanná vált. Hát ez még igen, mindig mondhatjuk, hogy vitatott, de igen. De ugye az északi áramlat kettő eleve még nem volt átadva, szó, átadva, és abból maradt meg egy cső, vagy lehet, hogy ez is megrongálódott a nehéz zavaros, de tehát most alá fogunk szállni a Balti-tenger zavaros titkokkal és összeesküvésekkel teli hideg vizébe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, március 15-én jelentkezünk a Hubaféle bázisra. Ja, igen, azért igen. Kokárda. Ellensúlyozzuk azon hazafiatlan előket, akik nem viselik a kokárdát a nemzeti ünnepen. De térjünk tehát akkor vissza ez a rejtés robbantáshoz. Sűrűn lesznek titkosszolgálati vélelmezett szálak, illetve összeesküvés elmélet gyanús dolgok. Tehát aki az ilyesmi allergiás, az kérjük, hogy ne panaszkodjon utána a komment szekcióba. És igen, előre ki kell jelentenünk, hogy nem feltétlenül fogunk egyet érteni a hivatalos verziókkal. Igen, de határozottan azért cáfolni sem akarjuk igen. őket, szóval bizonytalan. Szóval elmondunk több opciót igen. is, és a nézőre bízunk a választást. Igen, így tényeket itt nehéz leszögezni, mert egyszerűen nincs annyi biztos pont. Igen, itt feltevésekről, meg ilyen plausible deniability meg ilyenekről fogunk értekezni hosszasan. Tehát öveket becsatolni, és irány a mélytengeri megülés egy vezeték felrobbanásának kalandjaihoz. Na de helyezzük el, hol is történt ez az esemény. Ugye Huba már mondta az időt, én mondom a helyet. Ugye Bornholm áthúzott óbetűkkel írandó, Kies Dán sziget, a Balti-tengernek, hát a nyugati medencéjén, de még azért jócskán bent a tengeren, ugye Svédország és Dánia között majdnem félúton, anno 45-ben a szovjet csapatok majdnem megszállták. Na mindegy, tehát Bornholm közelében volt ez az esemény, nemzetközi vizeken, ugye szeptember 26-án két robbanás sorozat történt. Az első az hajnali 2-3 perckor, ez volt az erősebb, ez volt Bornholmhoz közelebb, 2,3 magnitúdó erősségű, tehát szeizmográfon már érzékelhető földrengésnyi robbanást okozott. Ezt követte pontosan 17 órával később, tehát 19:03 egy újabb, ez már tényleg robbanás sorozat volt, ez inkább a Svédországhoz közelebb eső részen volt, ez először azt hitték, hogy 2, végül kiderült, hogy 3 robbanás volt, kicsit gyengébb. A gáznyomás ezeknek a következtében 90%-kal esett vissza, tehát igen, a vezeték használhatatlanná vált. A statisztikai adatokról, meg statikai adatokról annyit, hogy 4 luk keletkezett összességében, 2 dán, 2 svéd területhez közelebb, de igazából 3 az nagyon közel van egymáshoz, és a déli, ami Bornholmhoz közel van, az van távolabb, az volt az első robbanás. Ami még érdekessége, hogy a vezeték maga azért nem kis miska, tehát egy olyan 20 és 40 mm közti acélcső, ami még olyan 80 mm-nyi betonba van ágyazva, és ez a 80-100 méter mélyen fut. Na most ezt azért felrobbantani, és ebben majd lesz is vita köztünk, ezt gyakorlatilag szerintem búvárokkal szinte lehetetlen, de ezt majd később meg megveszik. Tehát ez egy komoly technikai
szabotázs manőver volt, és ugye az érdekesség az, hogy mivel Dánia már akkor réges régóta a NATO tag volt, szélsőséges, és német érdekeltség is van a vezetékben, szélsőséges esetben ezt fel lehetett volna fogni úgy, mint egy NATO elleni támadást, bár ugye nemzetközi vizeken történt, de lehetett volna azt mondani, hogy a NATO egyik tagállama ellen itt támadás történt, tehát akár még a védelmi cikkeit is életbe lehetett volna léptetni, nem tudjuk, hogy esetleg nem ez volt-e a szándék. Hát az első körbe, én röviden azért ismertetném, hogy mik kerültek, a legelső körbe Svédország már alapból maszatolt egy kicsit, mert napokig tartotta még ők ezt így, elismerték, hogy ez egy szabotázs akció volt, a hülyének is egyértelmű volt, hogy egy vezeték az nem robban fel a tenger mélyén 80 méteres mélységben magától, a vadi új és nincs is benne nagy nyomású gáz, tehát, és ugye ez volt olyan, hogy a északi áramlat 2 az nem volt még üzembe helyezve, ugye. Igen. És itt volt egy nagyon érdekes kijelentés az öreg, mindenki kedvenc öreg Joe Bidenének 22. február 6-7-e tájékán, tehát még pont a háború előtti napokban rákérdeztek, hogy mi a helyzet, és azt mondta, hogy hát, hogyha amennyiben Oroszország megtámadja Ukrajnát, akkor véget. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that? Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Ezt utólag többen azért nem is annyira burkolt fenyegetésnek tekintették. Hát az orosz gázexportban ez tényleg kulcsfontosság volt. Van egy másik, ugye a déli áramlat, az ugye Fekete-tenger térségéből hozza a cuccost, illetve hát vannak még a Szovjetunióba kiépített vezetékek, amik egy része Ukrajnán keresztül is fut, ugye, amik Magyarországnak voltak már ezzel gondjai. Tehát itt egy komoly szabotás történt, ez azért komoly technikai felkészülés. Az elejétől maszatolás van abba, hogy milyen robbanóanyagot használtak meg, hogy egyikünk sem előre kijelenti, egyikünk sem mélytengeri búvár és robbantási szakértő, tehát itt most az ilyen... Igen, ezt töredelmesen igen, be kell valljuk. Igen, intelligens becsléseink következnek meg, amit olvasgattunk a neten az. Az biztos, hogy egyes források szerint ez több 100 kiló robbanóanyag kellett. Hát minimum 100 kilót jelenti. Igen, 100 kilót jelenti elő, de én olvastam 450-et, 500-at, több 100 kilót pontatlan, viszont vannak olyan források, amik szerint, és azok se tűnnek teljesen irreálisnak a kisebb, tehát a három kisebb robbantással kapcsolatban, hogy ott lehet, hogy nem kellett annyi, mert olyan pontokon támadták a vezetéket, hogy kiválthatott, de valószínűbb azért a nagyobb tömeg, és ugye mondtam, hogy 75-80 méteres mélység van, na most ami keletkezett, az 5-8 méter széles luk lett a nagyobbiknál, a kisebbeknél olyan 5 méter szélesebbek lettek, és egy olyan 250 méteres távolságig ment a tenger alatt a törmelék. Tehát azért ezek komoly robbantások voltak, mondtak ott össze-vissza minden tengeri aknát, C4-et, össze-vissza jobb, nem értünk ehhez, nem tudjuk. És itt már kezdődött a kezdet-kezdetén egy vita, ami mai napig tart, hogy ezt egyáltalán hogy csinálták, hogy leengedték fönt egy hajóról, tapadó akna volt, tengeri akna volt, tenger alattjára odament, és az ügyködött valamit, búvárok odamentek, és azok ügyködtek valamit, olyan elmebeteg elképzelés is volt, hogy repülőgépből dobtak le valamit, de nem tudjuk, de nem voltunk ott. Nem tudjuk az abszolút igazat. Az biztos, hogy a svédek, hát ők ezért már bemutatták párszor, hogy mennyire nehézkesek, meg mennyire szeretnek hazudni, ugye, Észtónia. Igen, annó kedvencünk az Észtónia. Tehát a svédek november 18-ig tartott, amíg kiköhögték, hogy hát igen, ez tényleg szabotás volt. Tehát, igen. Ez így lassú volt egy kicsit. Hát az eset után másfél évvel meg rájöttek, hogy nem az ő igen, kompetenciájuk igen. Tulajdonképpen. Majd a vizsgálatokról is beszélünk igen, részletesen. Igen. Tehát, és akkor ott volt egy, az nagyon érdekes volt a sajtóreakció, és utána vissza is passzol majd Hubának a labdát, de sajtóban nagyon-nagyon gyanús volt nekem az, hogy viszonylag gyorsan beállt egy ilyen többé-kevésbé egységes
Jó részt az amerikaiak által hangszerelt nyugati narratív, hogy az oroszok felrobbantották a saját vezetéküket. Tehát azért gondolkodjunk egy kicsit, Oroszország nagyon sok pénzt ölt ezekbe a vezetékekbe, aztán úgy tönkretegye, hogy az soha többé ne legyen használható, hát nekem kicsit túlzásnak tűnik, főleg úgy, hogy ebből nekik hasznuk nem nagyon van. Oké, fölnyomta a gázárat, tehát ez tény, hogy pusztán a robbantás hír valami 12%-ot emelkedett a gázár az európai tőzsdéken, ebből átvitt értelemben lehetett volna hasznuk, de nem valószínű. És a másik, ami érdekes, hogy azon kívül, hogy az oroszokat vádolták, mondom, ez a svéd maszatolás, hogy hát ezért szabotás, de nyömmögnek. És a legérdekesebb az volt, hogy a ruszkik az elején bemondták, hogy akkor jó legyen egy közös vizsgálat. Dán, svéd, német, orosz. És ezt így a svédek elég határozottan és elég gyorsan lesöpörték, hogy nem, mindenki vizsgálja a saját maga, amit akar, de Oroszországot ők nem akarják odaengedni. Tehát, hogy így az orosz hajók azok így ott így távolba, egy fehér vitorlaként így ne nagyon jöjjenek oda. Hát, azért ez elég érdekes, viszont a másik oldal meg az is alá kell írni, hogy tény, hogy az oroszoktól azért nem idegen az, hogy szeretnek robbangatni itt ott. Grúziába is robbantottak ők már fölvezetéket. Igen, akkor lett volna egy jobb opció, igen. Ugyanis pontosan egy nappal később adták át a Norvégia és Lengyelország közti Dánián átvezető gázvezetéket, igen. És hát... nyilván annak a felrobbantása is felverte volna igen, a gázárat, és akkor az, nem az fájt volna a NATO-tag Norvégiának, Dániának és Lengyelországnak, és ugye közben meg Svédország éppen akkor kezdett el vakarozni, hogy ő szeretne NATO-tag lenni, amit ugye bölcsvezérünk egész idáig sikeresen akadályozott, aztán négy Gripenért eladta a lelkét a skandináv ördögnek, a mindegy. Furcsa volt ez az egész időzítés, meg az az egész sztori, ez biztos, hogy ezt alaposan elő kellett készíteni. Tehát ezt az egyet, ezt kijelentetjük, hogy ez úgy nem lehetett, hogy akkor nekiindultunk, és akkor lemegyültem, és fölbantottam, és ilyen kis házi barkács bombával elintéztem. Tehát ez nagyon magas szintű technikai képesítés kellett, vagy búvárok, vagy mini tengeralattjáró, vagy igazi tengeralattjáró, és azért nem olyan nagyon sok tengerészet képes szerintem, mert csináljunk egy körképet, hogy... hogy kik, na és akkor vissza is passzolnám a labdát. Jelenleg az a... talán a... The Washington Postban jelent meg róla egy komolyabb cikk, amiben is hát végül is kiderült majdnem teljes bizonyossággal szerintük, hogy egy bizonyos román Cservinszky nevű ukrán ezredes az, aki felelős ezért, és hát ugye a gonosz. Egy ilyen érdekes állítás az, hogy úgy felelős érte, hogy Zelenszky nem tudott róla. Mert hát ugye Zelenszkijnek nyilván bántotta volna a lelkét, lelki nyugalmát, finom lelkét, hogy az északi áramlatot felrobbantsa, és hát ő kommandózott ott. Ez nehezen hihető, maradjunk ez egy maga a kivitelezés szerintem elhihető. Szerintem mert nem. De mindegy, mondtál ezt a magadét. Igen, végül is az ukránok képesek lennének ilyesmire, bármi messzinek is tűnjön. Ugye van ukrán flotta jelenlét az Északi-tengeren, ezt azért érdemes megemlíteni, hogy lényegében a háború eleje óta néhány ilyen aknaszedő hajójuk ott van az Északi-tengeren, és ugye a britekkel közös hadgyakorlatokon részt is szoktak venni. Jó, de ez a Balti-tenger, haver. Hát igen, de hát az... hát, jó, tenger-tenger oda hajóznak persze, igen, a tengerkörbe lehet. Szóval van jelenlétük, ezen kívül vannak mélytengeri buvárjaik. Szóval az irányított robbanó töltet az ugye egy kérdéses dolog, mert mint azt láthatjuk a kamikáze drón csónakjaiknál, ott például nem irányított a töltet, ezért, hogy legújabban már lehet, hogy az, ezen a téren lehet, hogy egy kicsikét update-elni kell a tudásomat, de például tavaly ősszel volt, hogy 80-90 tonnás partra szálló hajókat nem tudtak elsüllyeszteni több száz kiló robbanóanyaggal, mert egyszerűen nem irányított a töltet, teljesen minden irányba hat a robbanásra. De ez pont azt támasztja, hogy az ukránok nem képesek. De ettől még lehet, hogy adott
alkalomra külön kifejlesztettek megfelelő irányított töltőket, és kifejleszteni nem kell, csak legyártani. Vagy kaphattak is, meg persze dolgozhattak nekik zsoldosok, de én nekem ebben nagyon nagy kételjem vannak. Akkor nézzük azokat a verziókat, hogy mik inget. Ugye meg volt az oroszoknak ez a közös vizsgálat javaslata, ezt lényegében a svédek nem is túl udvariasan, a többiek udvariasabban elvetették. Mindenki külön kezdett vizsgálni, de nézzük, mire jutottak. Németország még jelenleg is vizsgál zéró eredménnyel. A vizsgálat állítólag rossz nyelvek szerint, nem tudom, nem vagyok német, nem vagyok a német sajtóban sem, állítólag 100 főt ígértek, hogy akkor lesz a vizsgálócsoport, és helyette néhány ember vakarászta a fejét valami észak-német kikötőbe, és úgy néhány havonta ír egy jelentést, hogy nincs újabb adatunk, nem tudom. A dohányoknál és a svédeknél még viccesebb volt. Svédország ugye nagyon-nagyon hülyén állt ez az egészhez, és 2024. február elején, nem egészen 2 évvel a háború kirobbanása után, lezárták, mondvá, hogy hát nincs eredmény, nincs konklúzió, nem tudunk semmit. De a bizonyítékokat eltották a német hatóságoknak. Igen, igen, tehát egy kicsit ez ilyen Leslie Nielsen-es, nincs itt semmi látnivaló, nincs itt semmi látnivaló, oszoljanak, típusú volt ez a jó szvenbombon lenéktől. Dánia ezután bátorsága kapva, szintén február végén, tehát néhány hetet várva, ő is lezárta, hogy hát nem jutottak semmire. A dánoknak a lehetőségei azért, valljuk be, valószínűleg kicsit korlátozottabbak. Hát, nehéz kérdés. Maga ugye Bornholm sziget, az Dánia, tehát ők olyan szempontból közelebb szóval vannak. Ők voltak itt a közepén. Igen. Tőlük északra is történt robbantás, tőlük délre is. Igen, Bornholmtól 26 km-re délre volt a nagyobb, és a kettő robbantás között valahol fölírtam, 79 km távolság van az északi és a déli robbantási helyszínek között. Ezt azért valljuk be, szerintem azért, ha egy búvár csoport hajtotta volna végre, azt nem is biztos, hogy megtudták. Nem értek hozzá, nem vagyok búvár, de az azért nagyon sanszos, hogy ezt nem tudták volna megcsinálni egy nap alatt, egy éjszaka alatt, mert ezt azért valószínűleg éjjel csinálták, de majd belemegyünk. Időben a robbantások között azért így is elég nagy különbség volt. Hát az időzített. Egy napon belül, igen, volt. Az időzített. Volt különbség. Hát igen. Hát és, na mindegy, ezt majd megbeszéljük. Tehát ami még volt, az, ami felmerültek azonnal, hogy ezek a vádak, hogy az oroszok robbantották fel saját munkát, és akkor ez az SS-750-es mentőhajó sajátos hírnévre tett szert, mint ami ott cirkált valóban ott szeptember 20-a tájékán, több más orosz hajó, és ennek ugye van egy kis tenger alatt járója, amivel ilyen tenger alatti mentéseket lehet csinálni, meg egyéb dolgokat, hogy az vitte oda a bombát, nem tudjuk. Svéd hajók is cirkáltak amúgy ott, utólag kiszivárgott amerikai jelentések szerint, valószínűleg a svédek is és az oroszok is azért kóbászoltak arrafelé, mert már mind a kettő kapott tippeket arról, hogy lehet, hogy a vezetéket meg fogják valakik támadni. Ez azért némileg nekem kizárná a svéd meg az orosz indulatot is. És mondom, ezt a CIA írta, ami aztán utána kiszivárgott a 23-as évbe. Tehát ez egy belső adatuk volt, igen, hogy mind a kettő valószínűleg védeni akartat. Ez némileg nekem azért gyanúsá tenni, hogy nem ők robbantották föl, bár Svédország esetében, Oroszország esetében is lehetnek őrült spanyolok. Akkor ami még érdekes volt, hogy ugye ezek a külön vizsgálatok hát elég sajátosan mentek, hol nem mentek. A németeknél nagyon egyértelmű volt, hogy ott a politika ilyen húz meg ehhez meget játszott, hogy akkor hol volt anyag a vizsgálatról, és akkor telenyomták a sajtót vele, hol meg hónapokig semmi. A svédek az egészet próbálták nagyon-nagyon ilyen Estonia stílusba így letitkosítunk, és akkor minden szuper titkos, és betonszarkofágot építünk fölé, és nem beszélünk róla. Dánok a kettő között lavíroztak. Az oroszoknak is azért voltak hajmeresztő vágyai, tehát ők így szeptemberben az volt a rögeszünk, meg októberben is, hogy ezt a britek csinálták. Miért pont Anglia, azt nem tudom, de... Hát, mert ők olyan rossz indulatúak is velük szemben, és ők ilyen bátrabb. Igen, meg nekik ehhez van tengerészetük, ez tény. Tehát ezt vegyük akkor most sorba, hogy szerintünk kiknek lehet el alkalmas tengerészeti, meg tengerész gyalogsági ereje. Lehet Oroszországnak, nyilván, közel is van. Lehet az USA-nak,
Nyilván, az messze van, de támaszpontjai vannak, például Norvégiában. Lehet Angliának, bocsánat, Nagy-Britannia, nem tudjuk, hogy ott voltak-e. Lehetne Franciaországnak, de azért ez már elég valószínűtlen. Igen, akkor még nem voltak olyan vadak. Igen, igen, meg ott éppen azért nem is akartak ebbe belemászni, de fizikai kapacitásuk lenne. Elméletileg lehetne Spanyolországnak, aminek valószínűleg nem olyan közismert, viszonylag jó tengerész, tehát ilyen búvá egységei vannak. Lehetne furcsa módon Argentínának, ami persze a világ másik fele, csak hipotetikusan, igen, de zsoldost akár lehetne onnan toborozni, mert van, tényleg, tehát az argentinok 82-ben majdnem fölrobbantották a félbűt flottát Gibraltárba, tehát ez így kevéssé ismert tény, hogy ott szerveztek egy elég jó szabotás béka ember kommandót, na mindegy, és a spanyolok meg elkapták, és szépen repülőültetve hazaküldték őket, akkor ez meg se történt. Mindegy, tehát lehetne még Olaszországnak, Görögországnak, meg Törökországnak, szinte kizártnak tartjuk őket, hát, igen. Igen, semmi értelme nem lenne. Lehetne még Távol-Keleten Koreának, de Dél-Koreának, Japánnak, Tajvannak ilyen kapacitása, és talán kérdőjellel a kommunista Kínának, meg a kommunista Észak-Koreának. De hát Kínának azért elég valószínű. Kínának majdnem biztos, igen, Észak-Korea az ilyen, ki tudja, hogy mit tudnak, és nagyjából ezzel körbe is értük a világon, aki erre képes lehet. És akkor esetleg ott van még Norvégia, Svédország, meg Dánia. És én itt szándékosan nem mondtam ebbe a felsorolásba Ukrajnát, mert megmondom őszintén, nekem kevéssé tűnik reálisnak, hogy a Fekete-tengerre specializálódott, teljesen más tengeri körülmények közötti munkához szokott ukrán búvárok a Balti-tengerbe 100 méter mélyen, amihez nehéz búvárok kellenek, ami tudomásom szerint az ukránoknak nincs. Hát azért van. Lehet, hogy van. Jó, lehet, nem tudom. De tudomásom szerint nincsen. Hát különös. Tehát attól, hogy egy ország tengerparti valami, attól még nem biztos, hogy olyan nagyon erős a haditengerészete. Lásd mondjuk Szlovénia. Hát ugye az ukrán haditengerészeti különleges erők felfejlesztésén az amerikaiak már meg az éveken át dolgoztak még a háború előtt. Igen, meg nyilván ott azért mentek mindenfajta névi szílek, meg egyek azok kiképezni őket, de ez azért nagyon spéci. És itt azért volt egy-két adat, ami a németektől szivárgott ki, meg a dánok is ezt azért megerősítették, hogy azt, hogy ezt egy kis csoportnyi búvár egy hajóból lemerülve, ugye ez az Andromédára, majd térjünk rá, ügy, de előtte még azért van más is, kis csoportnyi búvár ezt egy hajóból lemerülve végrehajtsa, hát erre azért több az érintett országoknak a hivatalos szerve és a dán tengerészet hivatalosan is azt mondta, hogy ezt ők nem tartják reálisnak ezt a verziót. A németek meg a svédek ezt így nem mondták ki, de érdekes módon hasonlóakat tilogattak norvég meg holland szaklapokba is, hogy azért ez nem egy ilyen Fidel Castro partra száll a grammával, amit így le lehet tolni a hajózási tudás meg egyéb nélkül dolog volt, és mély a tenger. Tehát azért 80-valahány méter mélyen nem tudom. Nem, meg kéne kérdeznünk amúgy valami ilyen mélyvízi búvárt ezzel az ügyben kapcsolatban, de nekem ez nagyon tréfnek tűnik. Ami az érdekes volt, és itt jött az igazi kanyar, hogy a 23 elejéig ugye nagyon ment a hőbörgés, hogy Oroszország, 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 akkor ezt, mint hogyha az USA úgy elengedte volna egy kicsit, és egyre inkább elkezdtek 22 vége felé decemberbe olyan nyilatkozatok kiszivágni az amerikaiaktól, hogy hát igazából nem tudják, hogy ez ki meg hogy. És utána jött az igazi bombalobbanás, amikor ugye 23. február 8-án bizonyos Seymour Hersh nevezetű úriember, róla pár szót muszáj beszélnünk, kidobott a netre egy substack, vagy nem tudom milyen nevű ilyen oldal, tehát ez egy ilyen blog féleség, igen, igen.
ő egy neves újságíró kidobott egy elméletet, hogy ezek valójában az amerikaiak és a norvégok közös bulija volt, Balt Ops 2022 hadgyakorlat keretében 22 nyarán telepítettek volna oda időzített aknákat, alta osztályú aknaszedő hajó segítségével, és a norvég miniszterelnök erről tudott, és a norvég flotta is, de maga a norvég kormány nem, és ez egy amerikai provokáció volt. Ezt ő február elején 23-ban megszellőztette, nagyon érdekes volt a reakció, tehát én azt nagyon nyomon követtem február 8-án, egy hónapig megpróbálta agyon hallgatni a nyugati sajtó. De komolyan. Tehát egy konkrétan egy hónapon keresztül, a németet leszámítva, egy rohadt cikk nem jelent meg arról, hogy Seymour Hersh ezt megírta. Az oroszok fölkapták, valamilyen szinten a magyar sajtóba is beszivárgott, mert már mások a sajtószik, és egy kicsit a németeknél, mert ott a linke, meg az AFD érdekes volt, a Paletta két széléről, tehát német belpolitika sajátjai, mert mind a kettő fölkapta ezt a hírt, mind a kettő elég amerika ellenes, és elkezdte nyomni a német bulvárba. Uh-huh. Az összes többibe viszont a mékus és a hulla csend. Tehát ezt megpróbálták ezt a sztorit agyon hallgatni, csak akkor átszólt, hogy nem lett. Most Seymour Hersh annyit, hogy ő már egy idősebb figura, anno a Watergate kirobbantásánál kezdte a kuktálkodást. És ott azért szerepe volt. Tehát ő meg a Bob Woodward azok ketten, akik még így a 70-es évekkel nagy ilyen szivárogtató korszakból megmaradt nagy öregek, a keleti parti ilyen kvázi pletykarovat, meg kiszivárogtató szócső, és a Hersh-nál is, meg a Bob Woodwardnál is azért tudni kell, hogy náluk nagyon gyakran tényleg olyan emberek mennek el hozzájuk sztorikkal, akiknek nagyon nem tetszik az, ami van. Tehát a mindenkori kormányzatnak a belső ellenzékéből használják őket gyakran, tök mint hogy republikáns vagy demokrata, kidobni cuccokat, amit meg akarnak hekkelni, hogy ne legyen. És azért a Woodward is belemászott már olyanokba, meg ez a Hersh bácsi is, hogy hajunk égnek át. De például Seymour Hersh volt az, aki megszellőztette a 2003-as 4-es Abu Ghraib börtönbeli kínzásokat. Amihez ő valahogy hozzájutott eredeti fotókhoz, meg dokumentumokhoz. Tehát a csávó nem csak egy ilyen összeesküvés elmélet gyáros hülye gyerek. Az más kérdés, hogy a főbb sajtótermékekből lényegében ki van tiltva, emellett voltak olyan sztorijai is, amikor 80-as években írt egy olyan életrajzot, aminek lényegében kamu volt az egész, és nem volt hajlandó tudomásra, hogy átverte a forrása. Tehát ha elhisz valamit, akkor az full metalba elhiszi, akár egy darab embernek is, aki azt mondja, hogy te figyelj, az UFO-k azok itt vannak a Földön. Tehát kicsit az ilyen szélsőséges ilyen szempontból, és a másik ilyen nagy bukása meg az volt, amikor 2011 után azt fejtegett, hogy a Bin Ládent igazából meg se ölték. Tehát neki azért vannak ilyen nagyon megkérdőjeztető szövegei, de azért van, tehát hogy az esetek felébe kb. Amit ír, az tényleg olyan, hogy nagyon el akarták titkolni, és belsőleg valaki nagyon kiszivárogtatta. Uh-huh. Tehát a Seymour Hersh egy ilyen nehatárolhatatlan, milyen fasz, nagyon durva dolgokat mondott. Tehát ő például azt állította, hogy a norvég NATO főtitkár, ugye, a Stoltenberg, aki ugye miniszterelnök is volt, hogy ő 70-es évek óta CIA ügynök. Most ez ilyen nagyon szellemi jós, feelinges, megvan gondolom neked az a könyv meg a film. Igen. Tehát ott volt, hogy a brit miniszterelnök igazából CIA ügynök 70, mit tudom én hány óta. Ugye a Pierce Brosnan volt benne az emberke, akivel végül kiderült, hogy nem ő volt az ügynök, hanem a neje. Tehát ez nagyon ilyen összeesküvés elméletes, nem tudjuk, hogy igaz-e. Az biztos, hogy pontatlan legalábbis, hogyha ez igaz, amit ő mondott, mert nem volt ott, ez bizonyított, nem voltak ott alta osztályú aknaszedő hajók, nem úgy zajlott a gyakorlata, hogy ő leírta, nem kell ehhez három hónapig ott heverni egy aknának a tengerfenéken, hogy felrobbantsák, tehát nem tudjuk, de ez nagyon nagyot ment. És az, ami még érdekes, hogy utána hogy változott meg a nyugati sajtónak a hangszerelése, volt egy hónap csönd, amikor megpróbáltak agyon hallgatni. Ez ugye nem ment, kezdett tényleg már elugalni a médiát, más
termékekbe, és akkor hirtelen jöttek az ilyenek, hogy akkor márciusban az EU meg nem nevezett képviselője elkezdett arról beszélni, hogy 450 kg katonai robbanóanyag felhasználásával nem az oroszok robbantották föl, akkor ugye elkezdtek össze-vissza mondani ilyeneket, hirtelen előkerül az Androméda nevű hajócska, amivel akkor térjünk rá, szóval, hogy az ukránok voltak, és ez így egyetlen nap alatt kihozza a New York Times, a The Times Londonból, és a Die Zeit Németországból egy nap alatt. Hogy az Androméda, az Androméda, az Androméda. Tehát ezt hívják úgy, hogy hangszerelés. Meg úgy, hogy felvette valaki a telefont Langleybe, és mondta, hogy fiúk, akkor B-terv, és akkor egy új sztorit be kéne dobni. És oké, Androméda, küldjétek a cikket minden ügynökünknek, és holnapra legyen az újságba. Kösz. Tehát ez azért gyanús, amikor varázsütésre így elterjed valami, hogy semmit nem tudtunk eddig jól, és akkor az összes nagy nemzetközi labba megjelenik, hogy az Androméda és az ukránok voltak. De Zelenszkij nem tudta. Tehát ez egy ilyen nagyon ilyen becsúszó szereléses sztori, de majdnak szóhoz jutni, bocsi. Tehát neked mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Számomra valamilyen szinten hihető. Nem gondolom azt, hogy külső támogatás nélkül tették volna az ukránok, ha ők tették, de ilyenkor sokszor megvan amúgy az a hozzáállás, hogy azért a piszkos munkát mégse saját magunk végezzük el, hanem csinálja a kis keressünk valami belga gyújtogatót. Igen, van, de Lübbél gondolsz, hogy holland volt. Na mindegy, de igen, tehát igen, lehetséges. Én azért nagyon szkeptikus vagyok. Kiírtam az Androméda adatait. Tehát ott a sztori lényege az, hogy van ez az Androméda nevű hajócska. Ez egy 15, egyes források szerint nem 15, hanem 18 méteres jacht. Na most te Castro bácsi ennél komolyabban indult neki Kuba megtámadásának anno 56-ba. Jó, tehát állítólag 6 darab ember volt rajta. Nem tartom hihetőnek, hogy ezt 6 emberre meg tudták csinálni. Mert a több száz kiló robbanóanyagnak a be meg a kipakolása is már szerintem ez egy kicsit fárasztó lett volna. Főleg tengeri körülmények között, főleg úgy, hogy valakinek közben vezetni kell a csónakot. Hát hordóban. Hát, lehet, persze, nem azt mondom, hogy megoldhatatlan, azt mondom, hogy nem reális. Folytatom tovább. Ez ott hajókázott a Balti-tengeren szeptember elején, Norvégiába, Svédországba, Dániába. Egy nagyon zavaros hátterű, egy lengyel vállalat bérelt, aminek két ukrán a tulaja, akiknek viszont valami üzbegisztáni, vagy kazasztáni, vagy türkmenisztáni, nem tudom honnan jött a pénz. Tehát ott később mondták azt, hogy igazából az Androméda maga is egy orosz provokáció volt. És az oroszok úgy robbantották fel a saját vezetéküket, hogy az ukránoknak átszázták magukat. Na ez már tényleg a mindennek a teteje, mindenről is a ruszkik tehetnek, még az ukrán diverziót is igazából ők követték el saját maguk ellen. Jó, hát van persze ilyen, Gleivicről mindenki tud, tehát ott is azért az SD emberei azért hősiesen megtámadták azt a német rádióállomást a lengyelek nevében. Hát igen, csak ott volt benne némi ráció. Hát igen, ennek nem sok értelme van, az is egy furcsa csavar volt amúgy. Na mindegy, tehát elkövet ez az Androméda, és akkor ott a németek ebbe is hol azt mondták, hogy nem tudnak semmit, hol azt, hogy igen. Például május végén megint az orosz szállat előtette a nyugati sajtó, aztán ezt hirtelen cáfolják, és akkor június elején Németországba letartóztatnak valakit, ott a nagyon keleti részen, tehát ott a Stettinnel szembe lévő német szakaszon, tehát az volt olyan, hogy ott az Odera torkolat környékén manőverezett ez a csónak, hogy az együtt élt valami 26 éves ukránnal, aki diverzáns, Csajci, együtt élt valami 26 éves ukránnal, aki az volt a diverzáns, és nem tudom, aztán ezt is így leveszik ezt a sztorit, hogy ja nem, bocsi, ez nem igaz, letartóztattuk, de semmi köze hozzá, meg izé, és akkor hol azt mondják, hogy találtak robbanóanyag nyomokat ezen a hajón. Erre azért több tényleg hozzáértő robbantási tengerészi szakértő mondta, hogy szinte elképzelhetetlen, mert ezt házi gyártmányú robbanóanyaggal, amiből olyan nyomok maradjanak, mint amit a hajón találtak, nem lehet megcsinálni. Tehát ez nem az, hogy otthon kikevertük szépen a
a foszfáttal, meg a nem tudom mivel, a Trinitrotolnak a gyengített verzióját, és az szétszólódik a hajón. Hát igen, a ilyen, házi gyártmányban nyilván rengeteg kell. Igen, és nem áll össze, most egy 450 kilós a tengerészeti aknát egy ilyen csónakra, nem mondom, hogy nem lehet fölrakni, de hova, hogy, miként, hogy nem veszik azt észre hát a parton? Hát vontatja őket. Hát vontatja, és ezt nem veszik észre? Hogy beáll az oda torkolatba, és mögötte ló két tengeri akna? Bizalat van. Hát jó, de azért nézzük, lássuk be, azért ez gáz, ez a sztori. És akkor itt folytatódott a gáz még tovább, hogy előkerül ez az Androméda, és akkor először arról beszél a nyugati sajtó, hogy ukrán barát csoport. Nem azt mondják, hogy ukránok, hanem ukrán barát csoport. Ilyen felbuzdulásból, hogy finoman megsejtetik, hogy lehet, hogy ezek zsoldos katonák. Lekerül, az ukrán barát csoportból június végére, miközben egyszer megint bedobják az oroszokat, de aztán az amerikaiak júniusban össze-vissza beszélve, de lényegében cáfolják, hogy nem a ruszkik. Június végén az ukrán barát csoportból lesz az ukrán titkos szolgálat, úgy, hogy Zelenszkij nem tudott róla, de zsaluzni igen. Akkor a következő kör az, hogy Washington Post megszellőzteti, hogy a CIA-nek van egy adata 22 nyaráról, amit egy európai szövetséges ország adott át neki, és az az adat arról szólt, hogy ez már az ilyen 26-szor keretbe foglalom a sztorit, és akkor ki tudja, mit mondok a végén. Tehát a szövetséges ország, amit nem nevezünk meg, azt mondta, hogy az ukrán hadsereg készülhet igazából egy szabotázs akcióra, de az elnök nem tud róla, tehát akkor mégis csak zaluzni a hunyó, akkor utána előkerül más országokból is, például Hollandiából, meg Dániából is adatok arra, hogy igen, a CIA 22 nyarán tényleg kvázi köröztetett körülöttük egy ilyen információ csomagot, ami azért hihetőnek tűnik, hogy szabotázs veszély van a vezetékek ellen. Ez azért reálisnak tűnik, de ezt ugye 22-ben nem mondták, 22 őszén mindenki üvöltözött, hogy az orosz, és nem az oroszokat emlegeti, csak úgy, hogy általánosságban szabotázs veszély. 22 őszén mindenki örüljön, hogy az oroszok robbantották föl, itt most már nem, az ukrán, és utána jöttünk a következő bizarr fordulathoz, amit ez a Roman Chernyshevsky ezredes úr, őt letartóztatják 23 tavaszán Ukrajnába, és akkor hirtelen megvan a tettes, a hunyó, tehát nem Zaluzni, nem Zelenszkij, hanem Chernyshevsky, aki a titkos szolgálatnak valamilyen önjáró életre kelt hajóágyú, elszabadult hajóágyúja, Chernyshevsky a bűnös, a tettes, ő tehet mindenről is. Na most ez azért különösen érdekes, mert a csávónak a nevét nem említették az előtte lévő időszakba, viszont őt Ukrajnában lecsukták különböző, valószínűleg korrupciós visszaélésekkel, meg valószínűleg azért, mert olyasmiket csinált, amiket még az ukrán állam se akart fölvállalni. És akkor Chernyshevsky, akkor utána megint egy nagy kus, tehát azért ez így ilyen gyönyörű kis történet, hogy mint. És akkor 23. augusztusában már ott tartanak, hogy minden nyom Kijevbe vezet, írja a Spiegel. Német szaklap. Utána viszont szeptemberben megint az oroszokat vádolják, Lengyelország mindent tagad. Tehát közben azért Lengyelország is előkerült, hogy akkor ők ezt technikai támogatást adtak volna ez az ukrán szabotáshoz. A lengyelek elkezdek üvölteni, hogy nem ez egy orosz provokáció. Tehát azért... Hát jó, a lengyelek akármire ezt mondanak. Igen, és közben azért megemlíteném, hogy a lengyeleknek viszont tényleg voltak bajaik az oroszokkal, ott a kaliningrádi határzóna környékén, tehát ez nem volt benne a hírekben, és ezt meg fogom kapni, hogy összeesküvés elméleteket gyártok, de azért én hallottam olyat, hogy fogtak ott a lengyelek a Danszki kikötőbe a bujka embert. Hát ugye rengeteg letartóztatás eszközöltek a lengyelek, igen, különböző okokból, ezeknek egy része talán megalapozott. Hát egy része nem, meg azért fogtak ők vasútvonalak ellen szabotást előkészítő csoportot. Igen, akik kamerákat telepítettek bőszen. Igen, meg robbanóanyagot is halmoztak föl, és a dél-lengyelországi vasutak környékét járták nagy belánnal túrázva, és vicces módon ukrán menekültek voltak.
Tehát igen. Tehát azért voltak ott a lengyeleknél nagyon furcsa sztorik, biztos, hogy kavartak ott a szolgálatok mindenfelől, és akkor még jöttek ilyenek utána, hogy még megint voltak ilyen futamok, hogy akkor cáfolják, megerősítik, stb. Tehát ez a, de azért az úgy nagyjából összeállt, hogy így 23 végére ez így elült nagyjából, 24 elején meg így szép csöndben így többé-kevésbé azt mondták, hogy hát nem tudjuk, hogy ki volt, de valószínűleg nem a ruszkik voltak, és akkor hagyjuk is. Tehát így kb. Ez a hozzáállás most. Hát, szerintem a Roman Czerwinski ezredes féle verzió a kánon jelenleg. Hát igen, ő viszi el a balhelyét. Hivatalosan nyilván ez sincs kijelentve. Szóval ezt mondják, de nincs egy olyan ítélet, amiben ezt kimondanák, hogy meg tételesen vagy ő volt. Hát meg eljárás se, meg semmi, és mondom ezt egy kicsit úgy azért le is keverték, mert ott ez a Samuel Hersfield sztori után nagyon tele volt minden vele, meg ott kicsit szerintem ez arról szólt, hogy ott a Bakhmut körüli nem olyan jó ukrán helyzetről kicsit úgy terelték a figyelmet, aztán jött a 23-as nagy ukrán ellentámadás, és akkor ez megint nem volt olyan nagyon izgalmas. Meg azért ezek, amikor tényleg már ilyen szövegek voltak a német lapokban, hogy minden nyom Kijevbe vezet. Azért ez nem olyan jó men az ukránoknak. És a német lapok azért nem éppen orosz pártiak. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy nem az jellemző rájuk, hogy nagyon kedvelnék manapság Vladimir Putyint. Igen, nem. Még talán annyit tudnánk megemlíteni, hogy Putyin szerint, meg más orosz nyilatkozók szerint is a török áramlat ellen is voltak kísérletek az ukránok részére, hogy felrobbantsák, hát ezt nyilván sem megerősíteni, se cáfolni nem tudjuk, ők ezt mondják. Az látszik, hogy annak az őrzésére nagy hangsúlyt fektetnek azóta, szóval ott mindig járőrzik valami, hogy nehogy véletlenül felrobbanjon. Ahogy balesetet szenvedje. Igen. Hát, igen. Meg azért az ukránoknak voltak, de én továbbra is azt mondom, hogy erre ők technikailag így, ahogy ezt az Andromédás sztorit eladják, hogy ezt a Roman Czerwinski ezredes saját hatáskörbe elintézgeti, ő azért nem egy tengerészeti csávó. Oké, hogy titkos szolgálati fazon. Hát gyűjthet maga mellé egy szuper csapatot. Oké, persze, the A-team, és akkor az ukrán Barakusz őrmester ott egymaga megold mindent a fuchsokkal és a minden ujján 10 aranygyűrűvel. Hát igen, egy délutánt rászállt, összebarkácsolja igen, a szükséges haditechnikát. Igen, tehát ez nekem nagyon tréfli. Tehát én nem nagyon veszem azt be, hogy ezt az ukránok meg tudták csinálni. Lehet, hogy meg tudták, nem is lehet kizárni. Szerintem nem. Tehát én is azt se hiszem, hogy a németek növesztettek volna hirtelen akkor a golyókat maguknak, hogy ők felrobbantják a saját vezetéküket. Dánoknál se hiszem, akkor maradnak még a szomszédos országokban ez az, a baltikumiaknak megint nincsnek szerintem ez a kapacitása. Svédország egy rohadt nagy kérdőjel. A svédeknél belpolitikailag lehet, hogy lett volna értelme ennek a vezetékrobbantásnak, hogy ezzel is aláhúzzák, hogy sürgősen be kell lépni a NATO-ba. Mert azért ott volt a belső politikában némi vita. Hát igen, norvégeknek is lett volna, hogy igen, jobban el tudják adni igen, saját gázukat. Igen, tehát itt ez még lehet, hogy Norvégia is lehetett akár a hunyó esetleg tényleg amerikai megkérésre. Mert őnekik viszont a technológiai kapacitásuk ez valószínűleg megvan. Meg ugye Lengyelország is folyamatosan tiltakozott, hogy hát zárják be az északi áramlatot. Nagy az a Lengyelország újabb felosztása, hogyha ez működik, ilyen dumáik voltak, tehát igen. Ők is lehettek volna, és nekik is nem tudjuk, nem értünk a lengyel flotta működéséhez, de lehet ez kapacitásuk. Hát igen, ők mondjuk, hogy ráértek igen, volna. Igen, és ráértek volna, és helyben vannak. És lehettek akár a britek, akár az amerikaiak, nem tudjuk, nekem az angolok szemszögéből nem sok értelme van, meg messze is van. Jó, tudjuk, Britain rules the seas, de azért akkor is, a balti tengeren ők annyira nem otthonosak.
nem tudom. Tehát itt szerintem ez egy ilyen nyitott sztori. Azt sem mondom, hogy biztos, hogy nem az oroszok voltak, mert az oroszok is szeretnek az vezetéket robbantani, még úgy is, hogy a sajátjuk, de... Hát, az azért... Hát egyszer azért elsütötték. Na, azért Grúziába 2006-ba fölrobbantották. Tehát azt nem is hát robbanthatnának, nem sajátot is lehet, igen. Annak több értelme volt is. Van, persze. De igen, de itt azért ez egy nagyon-nagyon ilyen kusz-kesze-kusz a zavaros sztori, és nekem nem tűnik reálisnak azt, hogy ezt Ukrajna végig tudta. És mondom, nagyon látszik, hogy felépítették. Volt egy A-verzió, Oroszországok, az ősgonosz, nem jött össze, B-verzió, Ukrajna, és folyamatosan alakult a sztori, hogy ukrán barátcsoport, ukrán titkosszolgálat, nem tudta az elnök, ukrán hadsereg, főparancsnoka, az aluzni, ja nem, mégse, bocsi, ez a no-name challenge is kivezed, és aki amúgy is a shitten van korrupció, és úgyse tudtál cáfolni semmit. Hát igen, hát, igen. Nem, tehát ez nagyon az ilyen megmagyarázzuk, tehát az ilyen disznóöböl környékén, hogy nem olyan Kábul bombáztuk le Kubát, hanem fellázott a kubai légierő egy része, és akkor ez bűzlik attól, hogy itt szándékosan csepegtetett, osztogatott információkkal, egyszer megjelentetett cikkekkel nagyon próbálták terelni a közbeszédet meg a közvéleményt befolyásolással ezzel azzal, hogy mindenről legyen szó, csak arról nem, ami nekik most a kényelmetlen. És akkor újabb és újabb verziókat dobáltak be, mint a csalit a halaknak. Tehát szerintem ez azért valószínűleg valamelyik nyugati hatalomnak ehhez köze lehetett. Nem biztos, hogy nyugati, tehát NATO, mondjuk elmegyünk ebbe, de akár az ukránoknak is, de hogy ezt az ukránok magukban nem, tehát én kizárt dolgoknak tartom, hogy ezt ők önállóan végre tudták hajtani. Maximum úgy, hogy akkor nagyon-nagyon sokat odaadtak nekik, James Bond felszerelést tudod így egybe, és akkor nyelült a szigonnyal az ukrán búvá, és csak megnyomta a gombot, tehát ezt esetleg... De ez egy zűrös, a Balti-tenger zűrös vizével lévő zűrös sztori. Északi sötétségbe. Jó, van még valami? Vagy? Én kilőttem a jó, oké, akkor ezt kitárgyaltuk. Hát, amit eddig tudunk, aztán majd később lehet, hogy Kirilló Budanovnak eszébe jut, hogy mégiscsak hát, ők csinálták, és hogy tulajdonképpen az egy nagyon dicsőséges cselekedet volt tőlük. Tehát, hogyha Zelenszkij mondjuk megbukna és elkerülne Washingtonban nagykövetnek, vagy demokráciát tanítani a Harvardra, meg a Yale-re, meg stb., mint előtte más ilyen USA-ba menekített Benesek, meg Kerenszkijek, meg egyebek, akkor lehet, hogy az emlékirataiból megírná, hogy ő milyen büszke arra, hogy ők ezt megoldották. Tehát nem tudjuk. És hogy mekkora poén volt, hogy mindenkit hülyére vettek, és mennyire fájt az olaszoknak, nem tudjuk. Azért sok mindent. Én sok mindent kinézek az SBU-ból. Csak technikailag itt nem tartom reálisnak, hogy ezt ők megoldották ott abba a tengerbe. Úgy, azzal a kis 15 vagy 18 méteres jaktal, 6 darab emberrel. Tehát ezt nem tartom illetőnek. Jó. Rendben. Akkor köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Folytko. Köszönjük.